Nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Nándi állott a jótékonysági futónapján. Amit most fogunk először is, futni a kutyusokkal, vagy kutyus nélkül, aki nem hozott magával a kutyus. Van egy hosszabb távunk, meg van egy rövidebb távunk. Aki a hosszabb távra vállalkozik, őket fogjuk majd előrébb szólítani, vagy először szólítani, és kifutunk egészen majd a Vésztői útnak a kereszteződéséig. Lesz egy rövidebb távunk, az pedig egy 500 méter, ami körülbelül itt a legelső sarokig tart, de azt majd pontosan kimérjük. Igen. Egyedek tovább nem fogunk tudni menni, mert utána visszafognak bennünket. Jó, tehát senki nem fog eltévedni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 10. I'm a new soul, I came to this great world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Azzal a érzéssel fog végződni, mint amilyen címet adtatok neki, vagyis hogy érezzük magunkat kutyául, legalábbis, ha más nem, akkor legalább pozitívan, mert hogy a kutyák is tudják ugyebár nagyon-nagyon jól érezni magukat. Hát hogyan jött létre ez a rendezvény, mit kell róla tudni? Ahogy említettem, a címe sokat mondó, érezzük magunkat kutyául. Igen, szeretettel köszöntök mindenkit, remélem nagyon sokan gyűlünk ma össze, mivel adománynap és nyílt nap a Mezőberényi futókörrel közösen találtuk ki ezt az Állatok Világnapja alkalmából, igaz, most egy kicsit megkésve, de ebből hagyományt szeretnénk teremteni. Ugye jön a tél, jön a hideg, és a kutyáknak ilyenkor meleg takaróra, több élelemre van szükség, és ebből kifolyólag jött létre most ez a kis esemény. Kint van az adományládánk, aki teheti, az pénzösszeget, kicsi pénz, nagy pénz, mindenre szükségünk van, mindent megköszönünk, természetesen ezeket az állatokra fordítjuk, illetve most építkezünk, mert nem soká fogjuk látni, és ott különböző folyamatok befejezésére lenne szükségünk. Hát akkor mindjárt erről is kérdezlek, ám bátor, hogyan van nektek kapcsolat a Berényi futókörrel? Mert most akkor ezek szerint a Nándi állatotthon, valamint a futókör az összefogott. Igen, összefogtak a futók nekünk a segítségünkre, és mondom, hagyományt fogunk ebből teremteni. Most van ma az első nap, jövőre október elejére próbáljuk tenni, és ők nem nevezési díjjal segítenek bennünket, hanem összehívták a kis csapatukat, mondom, adományládába lehet pénzösszeget, és zsíros kenyérrel és meleg tejával fogják a futókat megjutalmazni. Hát mi több itt azért, hát a futókör, akkor már csak futnak is majd egy kört, milyen úgymond pályák vannak? Nincsenek pályák, itt a Laposi kertben különböző távok lesznek, ugye lehet sétálni, valamint futni, az igazi futók azért több kilométert le fognak futni, a gyengébben pedig csak pár száz métert fognak kutyával, kutya nélkül. Mert hogy? Akkor ez most feltétel? Tehát fontos, hogy kutyával kell futni, vagy sétálni, vagy akár? Nem feltétel, de lehet kutyával sétálni. Tehát mivel, hogy kutyás futásról van szó. Ezzel is jelképezzük azt, hogy mi egy állatotthon vagyunk, és a kutyákért történik ez az egész. Igen, mert hogy ugye, ahogy említetted, az Állatok Világnapja és nem is olyan régen volt egyébként. Ez mióta ünnepeljük, hogy erről tudunk valamit? Hogy ez egyébként mikor van? Október? Asszisi Szent Ferenc a védőszentjük az állatoknak, és október 4-én ünnepeljük az Állatok Világnapját. Úgyhogy megpróbáljuk ezen túl, ugye ami ahhoz hétvégéhez legközelebb van, akkor fogjuk mindig tartani ezt az eseményt. Na,
Hát, hogy ez teljesen jó ötlet, és amit már említettél, arról is beszélgessünk egy kicsit, hiszen ugye hát bizonyos munkafolyamatok kezdődtek meg a Nándi állatotthonba, és hát igen, nagy iramban folynak, nem akármit látok itt. Korábban, ugye amikor volt a kutyás tábor, akkor egy nyitott épületben voltatok, most mintha ez egy kicsit úgy bezárult volna. Igen, ezt mind a két kezi munkánknak köszönhető, valamint nagyon sok pénzbeli támogatást is kaptunk sok embertől, mint mondom, sok kicsi sokra megy. Ezt szigeteltük, ezt az épületet, és itt télen a kistestű kutyák, illetve netán fialós kutyusoknak lesz menedék. Ide szeretnénk járólapot letenni, még valamint fűtést és villanyt bevezetni. És pályázat útján nyertünk egy faházat az önkormányzat által, ott is szociális helyiséget szeretnénk és vizet bevezetni. És a faház egyébként az mire fog szolgálni? Mert ugye, amit említettél, az ugye pályázati pénzből valós. Igen, ő szociális helyiség és iroda, valamint melegedő számunkra, mert egyáltalán nincs rá ilyen lehetőség, hogy melegedjünk, és azért igen, napi 8-10 órában fázunk kint lenni most már télen. És adomány. Hát, mint tudjuk, az előbb említetted, hogy bizony ezt a falazást, ez adományból sikerült megvalósítani. Mit vártok még egyébként? Ugye rólatok tudjuk, hogy mindent, tehát a kutyák az mindig igényelnek mindenféle, de hát jön a tél, és tehát tényleg maga a rendezvény is azért jött létre, hogy valamire még pluszba gyűjtsetek. Igen, szeretnénk, tehát a paplan, a párnák, tápok, hideg élelmek, tehát erre mindenféleképp, valamint mondom, áramot szeretnénk bevezetni, járólapozni szeretnénk az épületeket, mind a kettőt, úgyhogy pénz adomány az nagyon fontos lenne számunkra. Itt hagyj kérdezzem meg, ilyenkor télen, vagy akár amikor a rosszabb időben jön, több a kutyus, vagy most sok a kutyus, ahhoz képest amennyi szokott lenni, vagy nem? Igen, sok kutyus van, mivel tüzelési időszak van még mindig, és ilyenkor elindulnak a kutyák, két hétig is kóborolnak, ha a gazdi nem keresi, ugye akkor általában itt köt ki. Több mint 600 darab kutyust fogtunk be 3 év alatt mezőberénybe, ez irgalmatlan mennyiség, és ez nem is a kóborkutyáknak köszönhető, hanem a felelőtlen gazdiknak köszönhető. Valahol nincs olyan, hogy mondjuk a környező településekről is éppen azért, mert tudják, hogy Berényben egyébként ilyen jó ellátásban részesülnek a gazdátlan kutyusok, ezért inkább áthozzák Berénybe, és itt aztán szélnek ereszt. Igen, sajnos nagyon sok ilyen van a határtábláknál. Múlt héten 3 eset volt olyan, hogy anyustól és illetve anyja nélkül dobtak ki 3 hetes kölyköket. Ilyenkor aztán jön a cumisztatás, vagy ha szerencsénk van, most a pótanyuka elfogadta, és ő cumisztatja az 5 hetes, illetve a 3 hetes kiskutyákat. Ehhez képest mondjuk az örökbefogadás az mennyire ívik még mezőberénybe, mert hát ugye egy idő után az ember azt gondolna, hogy elfogynak az emberek, akik befogadják a kutyákat. Én is attól féltem, hogy nem lesz munkánk, hát sokkal több munkánk van, mint amit gondoltam, és nagyon jó, mert az idősek nagyon sokat elvisznek, házőrzőnek, meg kedvencnek, valamint a kistestű kutyák, ők mennek el, és a kölyök kutyák a leghamarabb. De tavasszal azért jobb az arány, igen. Hát ehhez gratulálok, mint ahogy természetesen a rendezvényhez is kívánom, hogy érezzétek jól magatokat, ne essen az eső, köszönöm szépen. Én is nagyon szépen köszönöm, és fel szeretném hívni a mezőberényi, illetve a kutyabarátok bármelyik tagját, hogy hívja a barátokat, rokonokat, ismerősöket november 17-én a Toppart vendéglőbe, ugyanis ott lesz még egy jótékonysági kutyás bálunk, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. Hát így legyen, köszönöm szépen. Köszönöm. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and love feel, finding myself making every possible mistake. Fogyjon a zsíros kenyér, jó étvágyat kívánunk hozzá, van hozzá egy kis édes is. És nagyon szépen köszönjük az adományokat, látom, hogy azért elég szép számmal összejött. Ameddig gondoljátok, nyugodtan. Lehet, hogy minél fogok beszélni, hogyha sokáig itt lesztek, de most ezek a zsíros kenyerek.